Szép napot, itt az asztrológus Szatmári Nóra vagyok. Érkezzék a heti horoszkóp, aminek mindig két része van. Van egy tranzitokat összefoglaló rész, illetve egy jegyek szerinti rész. A jegyek szerinti rész kibontását, részletezését a csatornatagoknak szóló videóban érheted el. Ott van egy nagy általános elemzés, illetve egy kicsi szerelmi vonulatot is feszegetek. 4 darab tranzit van ezen a héten, május 27-től június 2-ig tartó időszakban, aminek nagyon jelentős hatása lesz. Egész héten egyébként fogyóban van a hold, ettől függetlenül az energiánk túlontúl nem fog csökkenni, lesznek picit gyengébb, energiátlanabb napok, de összességében egyébként szerintem egy jó hét áll előttünk. Az egyik és legfontosabb tranzit az a Jupiter és a Plutó trigonja, ami már május 14-én elindult, és ezen a héten nagyon-nagyon aktív lesz, június 3-án van a csúcspontja. Erről már készült egy nagyon hosszú videó, érdemes meghallgatni, de pár gondolatot azért elmondanék. Ebben a tranzitban nagyon sokféle átmenetet élhetünk meg, többek közt például sok a karrierje kerül hirtelen felemelkedő szakaszba, főleg azoké, akik ebben az időperiódusban nagyon intenzíven dolgoznak is azon, hogy feljebb jussanak, állást változtassanak. De természetesen nem csupán szakmai téren, hanem anyagilag és hatalmi pozíció tekintetében is lehet növekedni, terjeszkedni, kiteljesedni. Úgyhogy érdemes meghallgatni a részletes hosszú videót, azért, hogy minden információhoz hozzájussatok. Ami szintén nagyon erőteljesen rányomja a bélyegét erre a hétre, az a május 25-e és június 3-a között aktív Merkur-Uranus együttállás. Ennek a csúcspontja 31-én érkezik el. Kicsit olyan, mintha így lezárná nekünk május havát, lezárná a tavaszt, és akkor 1-től pedig indulhat a nyár. Meglehetősen vegyes energiák, vegyes hatásokat biztosít ez az Uranus-Merkur együttállás, ugyanis nagyon sokan egyfajta fura kettősséget élhetünk meg, adott esetben az végtelen unalom és a drámai esemény sorok kellős közepében találhatjuk magunkat. Szűkebb és tágabb környezetünkben nagyon nagy mozgalmasságra, intenzitásra számíthatunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy olyasmin sem érdemes meglepődni, hogyha egyszerűen a végtelen nyugalomban hirtelennyében jön egy árhullám, és már visz is minket, mint valamiféle sodrás. Egyébként csak halkan jegyzem meg, hogy természeti katasztrófák nagyon kedvelik ezt a típusú bolygóállást, úgyhogy ha kicsit sok eső esik, vagy túlontúl hirtelennyében nagyon nagy kánikula lesz, vagy megmozdul a föld, hát ezek nem lesznek a véletlen művei. Amit tutira nem érdemes itt csinálni, az az elhamarkodottság, a kapkodás, mert ha ezt mégis megcselekedjük, az viszont baj forrása lehet. Szerintem itt a kellő tudatossággal nagyon sokat tudunk enyhíteni az esetlegesen felbukkanó feszült helyzeteken. Itt van az a pont, amikor általában ugye azt szoktuk egymásnak javasolni, hogy állj, számoljunk 10-ig, és akkor nem, hozzunk meggondolatlan elhamarkodott döntéseket. És higgyétek el, hogy egyébként az Uranus-Merkur együttállás nem egy rossz tranzit, hiszen nagyon sok dologhoz nagyszerű feltételeket biztosít, de az elhamarkodottság, az elkapkodás, a spontánul kimondom a véleményemet, típusú körülményeket nem kedveli. Aki ezt figyelembe veszi és figyelembe tudja venni, annak nem okozhat problémát ez a tranzit. Erről a tranzitról is van egy jóval hosszabb leírás, mint amit itt elmondtam a www.biborcsillag.hu blogomon. Olvassátok el bátran! Ami abszolút nem mellőzhető és nem félresöpörhető az, hogy a már említett és videóban is már alaposan kibeszélt, kirészletezett Ikrek Jupiter elindult 26-án, nagyon sok minden változik, nagyon sok berögzöttségünket tudjuk elengedni, új perspektíva nyílik meg előttünk, és érdemes egyébként a világnézetünkön egy icipicit csiszolni. Ami egyébként nagyon jó az Ikrek Jupiter hatásban, az az, hogy képes fokozni az együttműködési hajlandóságunkat, javulhatnak a különféle emberi kapcsolataink, sokkal szívesebben és sokkal többször mozdulunk majd ki társaságba, és jóval szívesebben ismerkedünk majd, akár olyan emberekkel is, akik egy kicsit kilógnak a sorból. Ennek a hétnek tranzit szempontjából talán mondhatom azt, hogy a záróakkordja a Merkur és a Neptun szextilje, ami 2-án fog elindulni, és 3-án már véget is ér. Egy extra rövid hatásról van szó, viszont nagyon sokunkat tud majd aktiválni.
Kicsit úgy érzem, hogy ez a fényszög behozza majd nekünk az igazi nyarat, tehát szó szerint berobban a nyár, és berobban egy csomó szabadságélmény, berobban egy csomó életélmény, új dolgokra bólintunk rá, örömünket lejjük olyasmiben is, amiben eddig talán még sosem. Ez a fényszög nagyon sokat tehet azért, hogy segítse a kikapcsolódásunkat, a kreativitásunk kiteljesedését, sőt, még a kommunikációnk javulását is. Aki ebben a periódusban, ebben a pici rövidke két napban valamilyen komolyabb spirituális tevékenységet szeretne folytatni, az az egyén nem csupán jókor teszi meg a szükséges lépéseket, hanem pontosan azt kapja a beleszánt időért és energiáért cserébe, amit vár. És ha mindent egyben, kerek egészében tekintünk meg, akkor azt láthatjuk, hogy ez egy jó hét, jó energiákkal, a spontán döntések egyébként továbbra is inkább kerülendők, mindig számoljunk el 10-ig, mielőtt kimondjuk a gondolatainkat, de az biztos, hogy amivel kapcsolatban itt elhatározzuk magunkat, az jó irányba megy, az abszolút a maximumot tudja hozni az életünkbe, és amiben tényleg mi magunk is belerakjuk a lehető legtöbb időt, energiát és elszántságot, az nem tud nem kamatozni nekünk. Csatlakozzatok a csatornatagsághoz, ahol ennek a horoszkópnak a második felét a horoszkóp jegyekre lebontott általános és szerelmi horoszkóp előrejelzést is megtaláljátok. Ha eljönnél egy személyes elemzésre, akkor akár Budapesten a Calvin téren, nyáron Hajdúszoboszlón, vagy online is elérsz. Időpontkérés pedig a +36 73 11 61 25-ös számon. A lehető legjobbakat kívánom mindannyiatoknak, legyen jó hetetek, energikus hetetek és jó döntéseitek!